Mennyire nevezhető rendhagyónak az az állapot, ami most Pátyon, a Pátyogató óvodában éppen a mai nap zajlik? Teljes mértékben rendhagyó, nagyon hiányoznak nekünk a gyerekek. Ugyan nem üres az óvoda, és hallani gyerek zajt, hála Istennek, de nem abban a létszámban, amit mi megszoktunk és megszerettünk. Amióta ez a járvány elindult, azóta a fenntartó kérésének megfelelően ügyeletet biztosítunk. A szülők kérése alapján fogadjuk azokat a gyerekeket, akiknek a szülői munkavégzés miatt nem tudják megoldani a gyerekek elhelyezését, felügyeletét. Az első két hétben nem volt gyerek az óvodában, azóta eleinte 4-5 gyerek volt bent, a mai napon 31 gyerek van már bent, ez a létszám napi szinten emelkedik. Ötfős csoportokba helyezzük el a gyerekeket, úgyhogy most már 7 csoportban működnek, ezáltal a kolléganők nagy része már az óvodában van és dolgozik. A többiek, akik még esetleg egy pár napot otthon töltenek, home office feladatokat látnak el. A járvány első hete óta küldik a szülőknek a játékos feladatokat, ösztönzik őket az otthoni tevékenységekre, próbálnak segíteni a szülőknek abban, hogy milyen ötletekkel lehet eltölteni azt a megnövekedett időt, amit együtt töltenek. Elég jó a visszajelzés a szülők részéről. Az 5 fő per csoport vagy terem szisztémán kívül van-e bármi olyan rendhagyó intézkedés, elvárás, kérés, ami korlátozásnak minősülhet a pandémia miatt? Természetesen a gyerekek egy szülői nyilatkozat kitöltése után jöhetnek az óvodába, de a szülők vállalják nem csak azt, hogy valóban munkavégzés miatt kérik az óvodai ügyeletet, hanem azt is, hogy a gyermekük teljesen egészséges. Tehát sem egy kis náthával, köhítseléssel jelen helyzetben nem lehet sajnos óvodába jönni. Kötelező a távolságtartás a gyerekeknek egymás között, vagy az óvodapedagógusoknak a gyerekekkel? Hiszen azért visszagondolva a kislányom óvodájára, ott azért előszeretettel ültették ölbe a gyerekeket, vagy emelték föl, fogták a kezüket. Most van-e valamilyen tiltás? Szerencsére ilyen kötelező rendeletben előírt előírás nincsen, de természetesen, ha a járványügyi szabályoknak meg akarunk felelni, akkor kell, hogy tartsunk bizonyos távolságot, amit nem minden esetben tudunk betartani. Tehát amikor egy kicsit elszomorodó gyerek érkezik reggel a hosszú otthonlét után, akkor ezt nem tudjuk betartani. Valamint a gyermekek egymás közötti kapcsolatát sem tudjuk szabályozni. Mi a helyzet a maszkviseléssel? Szerencsére nem kötelező, ez a mai tájékoztatóból ki is derült. Tehát a felnőtteknek, óvodapedagógusoknak sem? Nem, szerencsére nem. A kolléganők egy része úgy érezte az elején, hogy fontos a saját egészsége, vagy a gyerekek egészsége megőrzése szempontjából, de egy-két nap után mindannyian rájöttünk, hogy lehetetlen. Tehát kicsi gyerekekkel nem tudunk úgy foglalkozni. A kommunikációnak, a mimika, a gesztusok, az érzelmek kifejeződése nélkül nem sok értelme van. Márpedig a maszk alatt ezek nem látszódnak. Nem gondolkozott el azon önök, vagy a kollégái, amikor visszagondolva 2-3 hónappal ezelőttre, amikor tényleg torkig volt már a visítozó, szaladgáló, fegyelmezetlen gyerekekből, nehéz volt rendet tartani, most egy picit visszasírja azt? Visszasírjuk mindannyian, de nem volt olyan időszak, amikor a visítozós nehezen tudtuk elviselni. Mielőtt elindult ez a járvány, azelőtt valóban érezhető volt némi feszültség, de az már a járványnak köszönhető, tehát az előzetes híreknek volt köszönhető, és nyilván nyomasztott minket az, hogy nem tudtuk pontosan, hogy mire számítsunk. Visszasírjuk, nagyon hiányoznak, és nagy fejtörést okoz, hogy hogyan búcsúzzunk el esetlegesen iskolába menő gyerekektől, hogy hogyan szervezzünk meg különböző rendezvényeket. De hát büszkén mondom, hogy eddig még egyet se kellett elhalasztani. Tehát rajzpályázatunk van folyamatban, online természetesen volt újrahasznosítós pályázatunk, úgyhogy mindenféle megmozdulást ugyanúgy igyekszünk megtartani.